Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! Ajka Város Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a 2017-i pedagógus napon. Magyarországon 65 éve köszöntik a pedagógusokat. Június első vasárnapján Ajkán a 90-es évek második felétől tesszük ugyanezt. Ilyenkor a jobbaknak elismeréseket adunk át, a legkiválóbbaknak pedig kitüntetést. Ez a nap, a mai, egy picit előre hoztuk, hiszen június első vasárnapja a pedagógusnak, de hétvégén egy nagy ajkai ünnep lesz, már pedig az úgynevezett Pünkösdi Borfesztiválunk, amikor három napon keresztül fiataloknak, középkorúaknak, időseknek itt az Agórán egy olyan rendezvényünk lesz, ami miatt a pedagógus napot már elhoztuk. A hétvége jöjjenek el, kóstolják meg a borokat, kiváló programok vannak a fiataloknak, a gyerekeknek, itt lesz a B-mobil, a Well Hello, kiváló muzikelek lesznek. És visszatérve a pedagógus napra, mi az idei évben a tankerülettel közösen szervezzük. Az ajkai óvodák mellett itt vannak az ajkai iskolák és a járási iskolák is. Amit Önök csinálnak, azt érdemes csinálni. Amit érdemes csinálni, azt pedig érdemes jól csinálni. És azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy az oktatás a társadalom egyik olyan fontos eszköze, amit ma már senki nem vitat. És Önök, mint pedagógusok, az oktatással a jövőt építik. A pedagógusok az oktatás eszközeivel a jövőt építik. És Önöket ezért érdemes ünnepelni. Mi most Önöket ünnepeljük, és kérem azt, hogy érezzék jól magukat a mai napon, és még 15-20 nap van, amikor dolgoznak, utána augusztusig elmennek pihenni, és eltöltődve pedig jöjjenek vissza az új tanévre. Tehát a mai napon érezzék jól magukat, és még egyszer köszöntöm Önöket. Jöjj közelebb! Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrűködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántod. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. Indulj hát, és hidd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet. Tisztelt alpolgármester úr, elnök úr, tisztelt hivatalvezető asszonyom, tisztelt vendégeim, kedves pedagógus kollégáim. Róth Márta logopédus gondolataival nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Pápai Tankerületi Központ nevében. A tavaszi, nyár eleji, jeles és a társadalom számára is fontos ünnepnapok sorában június első vasárnapján a pedagógusokat köszönti Magyarország. Ajka és térségének pedagógusai a pedagógusnak alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük, és köszönöm áldozatos munkájukat valamennyi diák, szülő és dolgozó nevében. Igaz, a pedagógusnak hivatalosan, ahogy alpolgármester úr is mondta, június első vasárnapja, és még előtte vagyunk, és azt is tudjuk, hogy több önkormányzat továbbra is sajátjának érezve a helyi iskolákat, tartja meg a helyi ünnepélyeket, de élére állva a korábbi jó kezdeményezésnek, közös rendezvények megszervezése mellett döntöttünk Ajka Város Önkormányzatával. Tesszük ezt azért, hogy egy kis vidámsággal, egy kis jelképes ajándékkal ünnepeljük meg hivatásunk szépségét, azt a munkát, amelyet nap mint nap végzünk az oktatás-nevelés területén. Legyen ez az ünnep tehát minden Pápai Tankerületi Központhoz tartozó pedagógusé, tanítóé és a járásban dolgozóké egyaránt. Kedves kollégáim, gondoljunk bele, mi minden előzte meg ezt a napot a szeptemberi becsengetés óta eltelt hónapokban. Mennyi kihívás, kezdeményezés, ötlet, új pedagógiai eljárások, korszerű megoldások keresése, megvalósítása, órán és órán kívül, és mindezt a gyerekekért, türelemmel és nagyon szeretettel. A munka és az ünnepnapok változásában mennyi öröm és bánat,
napfény és árnyék, siker és kudarc követte egymást, és kérdezés, hogy végül is az iskola egy örömteli hely legyen minden diákunk számára. Ünneplésünk elsősorban tudatosítás, helyünk, feladatunk, hivatásunk, küldetésünk tudatosítása. Feladatunk a szolgálat, nem másé, mint a jövő szolgálata. Ez adja meg a munkák társadalmi jelentőségét, és váltja ki azt a figyelmet, mely tevékenységünket kíséri. A pedagógus nap szép ünnep, de megbecsülésnek egész évben ki kellene tartani, hiszen a tanár is egész évben a gyerekeinkkel van. Comenius nagyon szépen fogalmazta meg a pedagógus hivatás lényegét. Tanítani annyit jelent, mint vezetni. Vezetni embereket, akiknek feladata lesz másokat vezetni, és legnagyobb művészet. Aki másokat vezet, tudnia kell, hogy miért van föléjük rendelve, és így elsősorban önmagát kell jól irányítania. Mi az tehát, amit a szolgálat minden szülő és gyermek számára elvár a tanítótól és a tanártól? Mit kellene minden pedagógusnak megadni a gyereknek, hogy a szülők elégedettek legyenek a tanítóval, a tanárral? Az anyanyelv állandó csiszolását, tiszteletét és az erre épülő szeretetét, más idegen nyelvek biztos ismeretét, az életre nevelést és a tradíciók tiszteletét, a kulturált életformák és magatartás normáit kell tanítványaink tudatába vésni, érzelmi életében meggyökeresztetni. A minden iránti érdeklődést, az új iránti fogékonyságot, a nyílt habitust. Tudjuk, mert megtanultuk, hogy az igazi pedagógus új iránti fogékonysága, olvasási igénye és ennek igényététele egy egész életre kitörölhetetlenül rányomhatja lényegét tanítványai érdeklődésének irányaira, hogy miközben tanítunk, mi magunk is tanulunk, hogy képesek legyünk egyre hatékonyabban nevelni és oktatni. Ehhez kell olyan eltökéltség, amely a tanyasi iskolák egyszerű tanítóit is jellemezte, akik nem nézték az órát, hogy mennyi a kötelező, és akik mindenkit meg akartak tanítani. És ez a cseng egybe a köznevelési törvényünk szellemiségével is, hiszen Klebersberg Kuno is azért akart iskolákat építeni, hogy minden gyerekhez közel legyenek. Ma ugyan fizikailag már nem olyan problémás az iskolába eljutás. Most nekünk a lelki, a szellemi, motivációs utat kell kínálnunk, és ezt kell a gyerekekkel együtt bejárnunk. Ehhez pedig a tanár a kulcsfigura. Az ország a háttér, az egyén, a közösségek, és rajtuk keresztül a nemzet boldogulása a cél. És ez a boldogulás egyben a jól elvégzett munka örömét is jelenti számunkra. Ahogy Klebersberg Kuno is megfogalmazta, mentül műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermekeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője. A mai rohanó, minden és mindenkit próbálat tevő stresszes élethelyzeteket gyakran okozó világunkban a jó pedagógus nagyon-nagyon nagy kincs a gyermek és a szülő számára egyaránt, hiszen a legféltettebb értékeinket bízunk rájuk. Az oktatás-nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus csak együtt tudja betölteni ezt a feladatot, ahol csak csapatként lehet a gyermek biztos jövőjének záloga. Kívánjuk, hogy ez a nagy csapat minden tagja egymás segítve teljesíteni tudja a ráháruló feladatát, közös ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül mindannyiunk jövője érdekében. Kollégáimmal a Pápai Tankerületi Központban minden nap ezért dolgozunk, hogy a három járáshoz tartozó valamennyi köznevelési intézményünkben megteremtsük annak a hátterét, amellyel önök színvonalas szakmai munkát tudnak végezni intézményeikben. Köszönöm mindenkinek az elkötelezett és magas színvonalon végzett munkát, a mindennapos helytállást. Egyúttal ehhez az elkezdett nagy munkához
kérek a továbbiakban is valamennyiüktől támogatást, bizalmat és együttműködést. Munkájukhoz kívánok nagyon jó egészséget, erőt és sok sikert, innovatív fogékonyságot az újdonságokhoz. A rövidesen megkezdődő nyári hetekre pedig jó pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást, fizikai, lelki és szellemi értelemben egyaránt. Goethe szavaival pedig szárom gondolataimat, naponta nő és tágul a világ, tegyétek tökéletesebbé tehát. Mert ha jobb és tökéletesebb lett, benne mindenki otthon lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket!